Hogy mindenkinek, itt Csana jelentkezik egy újabb Akesz forduló beszámolójával. Második Akesz versenyre vagyok éppen úton. Ez a 30. stop cukrázza időfutam. Ugye nevében benne van, ez is időfutam, hasonló ahhoz, amit az előző körben toltunk, a Tahi időfutamhoz. Ahhoz képest is hasonló, azért van különbség, a Tahi időfutam az gyakorlatilag egy abszolút power és aero stage. Kettő alkalom van, amikor a könyöklőből ki kell szállni és fékezni kell. Az egyik, amikor van a törés, a másik, amikor van a visszafordító. A stop cukrázza időfutamon viszont vannak szerpentinek, vannak emelkedők, vannak lejtők, és a 18 km helyett ez 24 km. Szóval egy picit más a jellege. De időjárás tekintve, most azért látszik, hogy süt a nap, szóval mindenképpen jobb az időjárás. Melegebb is van, jelenleg olyan 8 fok körül lehet találni a hőmérséklet. Délutánra mondok ilyen 10-12-t is. Valószínűleg akkor lesz majd rajtom, nincs az időpont. A szél az viszont nem hogy maradt, még talán, sőt, biztosan erősebb is. Oldalszelet fogunk kapni, oda-vissza. Úgyhogy az aerobringák azok ismételten nem lesznek olyan hatalmas nyerőnyben. Ez nekem ugye jó, hiszen egy standard országúti van könyöklőbe. Ez alapján jó kéne, hogy legyen a helyezés. Szóval nem érzem magamot annyira jó formában. Meg volt a nevezés. 13:00:30 másodpercre kaptam rajta időpontot. Kértem minél később legyen, mert elvileg az előrejelzés azt mondta, hogy a szél talán egy kicsit enyhülni fog. A másik pedig, hogy jobb szeretem látni azoknak az eredményét, akik már végigmentek, az egy picit motiváló tényező számomra. De ez a rajtidőpont több mint 2,5 óra múlva van, szóval addig körbejárom egy kicsit a falut, és keresek valami pótot, az ott, hogy meg fogok éhezni, és hogy még időre akarom szerezni a kaját. Aztán nem tudom, mert jól szok egyet. Csak kell találni valami szélvédet helyette. Eléggé fúj és eléggé átvűz. Sajnos kaját nem találtam, és szélvédet helyett sem, de találtam egy pumpapályát. Megérkeztünk a pumpapályára. Országúti a könyöklővel. Megyezdik. Csak fura. A dövegy. Kármi verseny van. Szívesen ökörködnék itt még egy órát. Csak fárasztó. Versenyölt időfutam előtt meg nem kéne lefárasztani magam. Szerencsére annak ellenére, hogy még másfél órát kellett várnom a rajtig, nem unatkoztam, mert kialakult egy spontán parkolóparádé. Igaz, hogy nem a japán boxerek érkeztek, de azért a német boxereket se vettem meg. No, de hogy visszakanyarodjunk az eseményhez, nem csak komoly verdák, de igen komoly bringák is jelen voltak. A komoly bringákkal természetesen komoly ellenfelek is jöttek, de ennek ellenére reménykedtem egy jó eredményben, hiszen ahogy ezt korábban említettem, az erős oldalszélben, ha az én egyszerű kis országútim nem szenved akkora hátrányt, mint normál esetben az aerogépekkel szemben. Ezen felül pedig egy relatív késői rajtidőpontot kaptam, és az előrejelzés azt mutatta, hogy gyengülni fog a szél, ha bár ez nem úgy látszott, sőt még talán erősödött is. Utam egy enyhe emelkedővel indult, majd pedig kettő keresztülésen keresztül vezetett az út kifel a faluból, először balra, majd pedig jobbra fordultunk, és ahogy kiértünk, onnantól pedig az oldalszélen küzdöttünk.
Habár helyenként még lejtőn is csak 25-tel tudtam menni, mások is szenvedtek, úgyhogy jó ütemben előztem meg az ellenfeleket. Lefagyott a Garmin, nem hiszem el. Mint kiderült, a Garmin és a kamera működés közben nem túl jó barátok, mert a kamera működése zavarja a Garmin GPS adatait, de tekintve, hogy a sebesség adat az úgysem mérvadó, főleg ilyen szélviszonyok között, és a pulzus továbbra is működött, így hamar túltattam magam a dolgom. Csak hogy kontextusba helyezzem az ilyen szélviszonyokat, ezen az emelkedőn úgy mentem föl, körülöttem nem mozgott a levegő. A dom túloldalán egy kanyargós ereszkedés várt. A szerpentin lehetőséget adott, hogy egy kicsit pihenjen az ember, valamint nagyon hangulatos is volt. És most jöttem rá, hogy a Vegasban hogy kell használni a mikrofont, úgyhogy azért javult ennyit a hangminőség. De most már nem megyek vissza fölvenni a többi anyagot. Hamarosan elértem a visszafordítót, amit egy picit túlfőztem, de legalább megfordultam, úgyhogy a valós oldalszélből jobbos oldalszél lett. Ami ugyanolyan szar. A visszafele úton kialakult egy érdekes szituáció, mivel nem zárt pályán mentünk és volt forgalom, kettő autó megelőzött, de ők beragadtak egy lassabb ringás mögé, és ezúton is nagy köszi a Suzuki-snak, aki félreállt balra és elengedett jobbról, mert látta, hogy versenyszituáció van. Itt pedig a verseny utolsó pár száz méterét láthatjátok, egy utolsó balos kanyar, egy rövid egyenes, majd jobbos és aztán sprint a célba. Célba érkezés után nem tudtam, hogy mit érezzek, nem tudtam, hogy hogy sikerült a verseny, mert úgy éreztem, hogy nem tekertem ki minden erőmet, ugyanakkor a többieket is hallottam, és ők is panaszkodtak, hogy a szél miatt egyszerűen nem tudtak olyat menni, mint szerettek volna. Nem csak az, hogy lassította őket ugye a szél, hanem hogy egyszerűen nem tudták kitekerni azt az erőt magukból, ami bennük volt. Én is éreztem, pedig én egy egyszerű országútival voltam csak könyöklővel, hogy konkrétan szkanderoznom kellett a könyöklővel, úgyhogy nem is tudom elképzelni, hogy a telikerekesek mit érezhettek. A megkezdődőleg 40 perces futam végére olyan izmok fájtak a karomban, amiket még soha nem éreztem ringázás közben. Végül sajnos nem fértem fel a dobogóra, ezúttal abszolút sokadik és kategória 4. helyen zártam. Ennek ellenére elégedett vagyok az versennyel, egy határozottan jó kihívásban volt részem, és az AKESZ összetettben is jó pontokat sikerült szereznem. Ezúttal ezek a kupák és érmek nem rám vártak, de remélem idén lesz még olyan verseny, ahonnan majd haza tudok vinni valamit. Köszönjük, hogy megnéztétek a beszámolót, rakjátok meg, sziasztok!